lépnek, nézitek a parkolóban az autókat. Ne legyen lehúzva ablak. Zajlik az idei első eligazítás a Keszthelyi bűnmegelőzési irodában. A kezdeményezésnek ez a 19. szezonja. A fiatalok közül többen pedig rendszeresen teljesítenek szolgálatot a nyár folyamán. Elsősorban a kiemelt övezetekben, főként a strandon járőröznek az önkéntesek, és a szórólapozás mellett sok esetben személyesen hívják fel a figyelmet az értékek védelmére. Tavaly kezdtem itt először, és nagyon megtetszett, mert a társaság is eléggé befogadó volt, segítettek nekünk, az is biztatott, hogy segíthettem az embereken, felhívhattam a figyelmet az embereknek, hogy vigyázzanak az értékeire. Az energiatéren hétfőn reggel nyitotta meg kapuit az iroda. A bűnmegelőzési szakemberek és az önkéntesek 7 héten át teljesítenek szolgálatot Keszthelyen. Dr. Horváth István keszthelyi rendőrkapitánya megnyitón elmondta, az elmúlt években többször is volt példa arra, hogy a diákok segítségével sikerült elkapni bűnelkövetőket. Vannak olyan visszatérő emberek, akik más városokból vagy településekről azzal a szándékkal jönnek, hogy kisebb-nagyobb értékeket eltulajdonítsanak. Ezeknek a srácoknak a segítségével mi fogtunk kerékpártolvajt, meg tudjuk őket ismertetni azokkal az általunk ismert nem kívánatos jövőnyekkel, akik itt elrontják vagy elronthatják a hangulatot. A bűnmegelőzési iroda Keszthely önkormányzata számára is nagyon fontos. Vozár Péterné elmondta, nagyon jó kapcsolat van a rendőrség és a hivatal között. Az alpolgármester hozzátette, az iroda fontos szerepet játszik a fiatalok tudatformálásában. Éppen ezért nagy öröm, hogy sokan jelentkeznek önkéntesnek. Azért is fontos, hogy ezek a fiatalok egy kicsit más szemlélettel fejezzék be ezt a tábort, hogy ők is a további életükben majd jobban figyeljenek arra, hogy milyen lehetőségek vannak itt a bűnözés megelőzésére, és ezáltal ők is ezt tovább vigyék majd jövendő életükbe. Keszthely város 900 000 forinttal támogatta ebben az évben az iroda működését. Az iroda működése során a fiatalok minden nap eligazítást kapnak a feletteseiktől. Itt megkapják a konkrét feladataikat és az útirányokat is, amiket be kell járniuk. A strand mellett a Sétáló utca és a kastély környékén is teljesítenek szolgálatot, de elmennek a kutyás fürdetőhelyre is. Emellett egész nyáron át működik az irodában a Bike Safe, így bárki díjmentesen regisztráltathatja a kerékpárját. Célja az, hogy egyedi azonosítóit, a kerékpár vászszámát, a kerékpár jellemzőit egy internetes felületen rögzítjük, és hogyha baj van, akkor a körözését akár már a bringának egy fényképesen tudjuk ellátni, elindítani. Hogyha megtalálják a kerékpárt, nyilván vissza tudjuk vinni a tulajdonosának. A rendőrség szerződést kötött egy alapítvánnyal, aki üzemelteti magát a honlapot. Az alapítvány minden egyes nap megnézi, hogy eltűnt kerékpárok, feltűnnek-e valamilyen apró hirdetési oldalakon. Zala megyében mintegy 1500 kerékpárt regisztráltattak az elmúlt 5 évben. A rendőrség azonban felhívja a figyelmet a lehetőségre, hiszen még mindig számos olyan bicikli van, amely nincs benne a rendszerben.